Az idei méztermelési szezon vége felé járunk. Az év nehezen indult, ugyan a méh családok jól teleltek, viszont nagyon korán érkezett a meleg. A repce áprilisban pár nap alatt levirágzott, ezért a méhek erről a növényről kevés nektár gyűjtöttek. Ennek értelmében a méhészek szintén kevés mézhez jutottak, mondja Maj Gábor, méhész baranyai szaktanácsadó. Közvetlenül a repcét követte az akác, ahogy az előző, az azt megelőző években is, viszont akkor meg rossz időnk lett, és egy olyan bő hetes, azt lehet mondani, hogy hűvös, szinte fagyos áprilisi idő köszöntött a virágra, a kinyílott akácvirágra, illetve a méhészekre, és ebből kifolyólag egy másfél hetet nem tudtak kihasználni a termelő méhcsaládok. Ennek következtében az akác termésünk az jóval gyengébb lett, mint a megszokott szokott lenni, és az előző évek vonatkozásához is, hogyha mérjük. A méhész utalt arra is, hogy idén korán tavaszodott, ezért a virágzás is előbb következett be. Így az akász is 2-3 héttel korábban jelent meg. Az áprilisi szeszélyes időjáráshoz ez a növény nem szokott. Ez a növénykultúra májusban virágzik. Általában akkor mindig már jó idő van, viszont ebbe a szeszélyes áprilisba becsúszott még fagy is az akácvirágzása alatt, úgyhogy voltak olyan régiók, ahol a megnyílt akácvirágok elfagytak. Tehát abból következik, hogy ott a méhésztársak nem tudtak pergetni. A mecseknek az északi oldala az, ami később virágzott, és azt tudták igazából kihasználni a méh családok, tehát akik ott mészkednek, illetve oda vándoroltak, ott tudtunk csak akácmézet pergetni, és ez igen jelentős kiesést eredményez a méhész kollégáknál a bevételek tekintetében. A többi méhlegelőn is hasonló helyzet alakult ki, így a hás esetében is, teszi hozzá Maj Gábor. Idén június 8-a és 10-e között már nektárt adott, ez pedig nem megszokott. A napraforgó, mivel vetett növény, az betartotta a virágzást időpontját, a pergetések jelenleg zajlanak. A hás viszont nagyon jól sikerült, tehát azt kell mondjam, hogy az akácot megelőzte az idei évben a hárs mennyisége és a minősége is. Nagyon ritka egyébként az ilyen év, amikor több hársmézünk van, mint akácmézünk, de mivel jó időjárási körülmények voltak a hárs virágzása alatt, ezért nagyon jó minőség és nagyon jó mennyiséget is tudtunk pergetni a családoktól. A napraforgó az pedig ugye most történik a pergetés, aminek hát az eredményeit még nem tudom, de jóra lehet számítani. Viszont a piaci nehézségek következtében, mivel nem tudjuk eladni a mézünket az uniós piaci körülmények miatt, ennek következtében a méhészek valószínűleg tartom, hogy nagyon sok napra forgó mézet fognak bent hagyni a családoknál, hogy a későbbiek során a takarmányozással kevesebbet kell legyen pótolni. A kártevők ellen támogatás kérhető a Magyar Államkincstárnál. Ezt a szaktanácsadói hálózat segítségével lehet megtenni. Kártevők a varóatka, a nozéma, viszont idén a legnagyobb ellenség a darázs lesz. Ebből ugyanis nagyon sokra lehet majd számítani.